Sziasztok srácok, ez a Kulisszák mögött második epizódja. Aki nem látta volna esetleg az előző részt, az nézze meg, mert abban benne van az, hogy a zenét hogyan készítjük el, illetve a dalszöveget hogyan írom meg hozzá. A mai részben mindenképpen ki kell maxolni a zenét, ugyanis kell még a master, azaz a mix, ami a dalnak a végleges állapota, ugyanis anélkül hát nem igazán tudunk klippet forgatni, úgyhogy ebben az adásban ez mindenképpen el fog készülni. Hát üdvözöllek titeket a több száz millió forintos stúdiómba. Nagyon sok idő voltam, eddig ideértem, nagy dugó volt. Nagyjából egyébként itt szoktam fel venni a dalaimat, például a Szerelem kell és a Szakadékok közt is itt készült, már ő vele, nekem volt korábban egy rosszabb minőségű mikrofonom és egy szettem. Na de nem is a múlt a lényeg, hanem a jelen, mégpedig az, hogy hogyan és miként veszem föl. Én úgy szoktam haladni, hogy a verszakokat, verzéket külön-külön föléneklem, amit erősnek érzek, azt megtartom, ami nem, az törlés, és újra, addig, ameddig nem érzem azt, hogy ez most igenis jó. Meg van kötve a két kezem, a sok a súly, túl sokszor vétkezem. Most felveszünk a refrént, utána még vokálokat alá, meg sok mindent, hogy inkább legyen még. Élj hát így minden perc egy gyémántként. Hát gyerekek, egészen jól haladtunk. Ilyenkor azért szeretem hallani, hogy nagyjából mi van, még ha nem is nagyon a végleges, de legalább hallok belőle valamit. De látjátok, van, hogy egy sebből akár felveszek 10-et, 15-öt. Meg van kötve a két kezem, ha sok a súly, túl sokszor vétkezem, kötbe jöttem, és ugyanoda tartok. Ezeknél biztos, hogy lesz majd jobb sáv is. Oké, már csak ki kell válogatnom a legjobbakat, meg azokat, amik abszolút nem kellenek, amik nem kellenek kuka, amik pedig kellenek, azokat pedig szépen beledobom mappába, a mappát pedig átdobom a Krisznek, a Krisz pedig majd gondosan, szépen, ügyesen meg fogja csinálni azt a mastert, ami az én fülemnek mindig muzsikál. Na de közben velem eléggé elszaladt az idő, úgyhogy nem árt elindulni fotózásra Kriszpihez. Kriszt meg megpróbálom utolérni. Elég nehéz őt utolérni, és elég nehéz vele haladni a munkával, úgyhogy ezt majd kifejezetten kijelentem neki, hogy ez asabb dolog, ezt gyorsan meg kell csinálni, mert nincs sok időnk rá. Jó, mindig csinálj valamit, jó? Csak meg kell nagyon szét a kezed. Akkor gondolom. Akkor ki kell letusálnom a befőtteket. Hát srácok, körülbelül egy ilyen órája fotózunk, és még van egy-két ruha hátra, még kipróbálunk mindent, megnézzük hát, ha sikerül olyan borítóképet csinálni a dalhoz. Munkázunk tovább, ezzel munkázunk. Ilyen szavak ezek. Hát srácok, sikerült az utolsó képet is megcsinálni, úgyhogy a márciusi Bravo magazinba most már lesz kép bőven. Minden esetre még borítóképnek is, a zenének ugye mindig kell egy borítókép, és valószínűleg most találtunk neki lehetséges borítóképet. Na mindegy, minden esetre az a lényeg, hogy ez a feladat teljesítve lett. Srácok, napok teltek el azóta, hogy nem beszéltünk Krisznel, és remélem, hogy már elég jó úton jár a mixe a dalnak, úgyhogy most... Na mi a helyzet? Na, akad a kérdés itt, ő a Krisz, nem tudom mennyire látjátok, merre halad a dalunk, megvan-e már a mix? Halad persze, és annyit még el is tudok róla mondani, hogy kurva jó lesz, csak ennyi. Csak ennyi? Csak ennyi. Jó, hát ha csak ennyi, akkor köszönjük, hogy néztétek ezt az adást. Na. Jó, akkor megvan vagy már 100%-osan megvan, vagy még kell rajta csiholni egy picit? Hát mondjuk úgy egy olyan 99,9. Jó, akkor már vagy úgy csak el kell küldened nekem. Mit üzensz, milyen lesz ez a dal? Ez a dal nagyon jó lesz. Jó, köszönöm, nagyon biztató volt. Nagyon biztató volt. Jó, hát gyerekek, akkor a masterünk nagyjából készülget, és amint megkapom ettől a derék fiútól a mastert, vagyis a végleges mixet, akkor megmutatom nektek. Hát srácok, következő szituációk. Szerzek be most egy nagyon erős videókártyát, hogy a visszajátszásnál és az effekteknél ne akadjon a gép, és utána megyünk Brunóhoz, aki segíteni fog beledobálni ezeket a dolgokat, mert én már törtem össze egy videókártyát, és nem szeretnék még egyet, pláne ezt, mert ez nagyon drága volt. Srácok, az van, hogy Brunó azt mondta, mielőtt viszem a gépet, nem árt, hogyha kifújjon belőle a port, mert hogy valószínűleg van benne port. Na most felettébb érdekes mód, ahogy egy benzinkútra eljöttem, és elkezdem a keréknyomóval kifújni belőle a port. Igen, ez érdekes.
Az egy pici kosz volt amúgy. Most, hogy kifújtam az összes dolgot belőle, mehet bele a videókártya. Na, a 86. emeleten vagyunk. Sziasztok, srákok! Szabi vagyok, Na, srákok, üdvözöllek titeket a Hogyan tegyünk tönkre egy számítógép első részében. Hol is a másik videókeré? Már egy csavar megvan. Én mondtam, hogy venni kellene, látod, egy másik számítógép házat. Én mondtam. Tedd a mogyit a mogyiukba. Te nem akarsz a villamosmérnöknek menni, vagy valami? Nincs BKV bérletem. Jó, ez nagyon rossz volt. Ja, vagy ez ilyen mágneses, és elkapja a grabancát. Na jó. Ezt inkább átadom neked. Kedves Bruno, a lehetőség a tied. Meg vagyunk a kamera, a gép összeszerelésével, úgyhogy ja, indulhat a klipnek a komolyabb fázisa, és remélem, hogy ameddig hazaérek, addigra már a Krisz elküldi a végleges változatát a dalnak, szóval ja, köszi Brunónak, úgyhogy ja. És megvan a végleges dal, megvan a végleges master, remélem, hogy jó lesz a dal, és nem kell visszaküldeni neki, van, hogy 5-6-szor visszaküldöm neki, úgyhogy reméljük, hogy most így hamar a végére járunk a dolognak. Jó lesz, jó lesz ez, azt érzem, hogy ez jó lesz. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy akkor a dal készítés, mint olyan, az befejeződött, megvan. Nézzétek meg jövő héten is 19 órakor vasárnap a Kulisszák mögött harmadik részét. Lesz benne az, hogy hogyan rakom össze a forgatócsapatot, hogyan szervezem le a helyszíneket, hogyan keresem meg a helyszíneket, mi lesz a sztori, hogyan ötlöm ki az egészet, hogyan rakom bele a szereplőket. Úgyhogy tényleg érdemes lesz megnézni. Ja, jövő hét vasárnap 19 órakor Kulisszák mögött harmadik rész. Can we do more kazoo?